Az egyik tipikusan gyanús eset, ismeretlen telefonszámról keresnek bennünket. Fokozhatja bizalmatlanságunkat, ha azután senki nem szól bele a vonal végén. Halló, tessék! Halló! Most jól hall engem? Igen. Ha viszont egy egyszerű kérdésre igent mondunk, azt megrendelésként fogják felhasználni. A legújabb csalássorozat tavaly indult. A hivatalosnak tűnő sablonszöveg után jön a beetetés. Nagy, magas hangon örvendezve nyeri meg, vagy próbálja megnyerni az állampolgárokat arra, hogy ők most egy nyereményjáték nyertesei, amiben részt vettek, és itt akár több százezer forintos nyereményt is elérhetnek, de ezt mindig egy feltételhez kötik. Ez a feltétel legtöbbször az, hogy valamilyen számlaszámra, bankszámlaszámra, vagy akár egy telefonszámra, mobiltelefonszámra egy bizonyos számsort kérnek olyan módon, hogy a legközelebbi ATM-et keressék fel. Ez voltak éppen a telefonáló mobiljának feltöltése. Mindig vannak, akik bedőlnek a trükknek, bárki áldozattá válhat. A napokban én is kaptam egy e-mailt, amelyben arról értesítettek, hogy 840 ezer dollárt nyertem. Az ilyen esetekben sokszor elég némi óvatosság. Csak gondolkodjanak el, hogy aki soha nem játszott, az mitől nyerhetne? Hogyha nem biztos a dolgában, kérjen egy visszahívható telefonszámot, hivatkozzon pillanatnyi elfoglaltságára, miszerint nem tud ezzel a dologgal foglalkozni, nem tud az automatához lemenni. Az ilyen esetek utólagos földerítése és a pénz visszaszerzése nagyon nehéz. Ezért hasonló esetekben különösen fontos, hogy megelőzzük őket.